Hát én azt gondolom, hogy Marosvásárhelynek van egy nagyon fontos sajátossága kulturális szempontból. És pedig az, hogy itt egymás mellett él két kultúra kiegyensúlyozottan, megfelelő súllyal, olyan múlttal, amely egyrészt bizonyítja az együttműködést, de voltak nyilvánvalóan nehéz, konfliktusos pillanatok is, de éppen ez lehet a legfontosabb érve Marosvásárhelynek, amellett, hogy megérdemelni a kulturális főváros státust, hogy ma egész Európa ezzel a kihívással néz szembe, hogy hogy lehet úgy egy teljes európai kulturális teret működtetni, hogy határok nélkül minden kultúra, minden nyelv meg tudja őrizni a maga sajátosságát és identitását, és tovább tudja vinni. És ilyen szempontból Marosvásárhely üzenete rendkívül lényeges lehet, nem csak az országon belül, hanem egész Európa számára. Mindennel együtt, jóval, rosszal, ami ott van a múltunkban. Úgyhogy azért gondolom azt, hogy ebben az egyébként szoros és nehéz versenyben Marosvásárhely nyertes lehetne, mert egyetlen más város sem mutatja föl ilyen erővel az együttélésnek a lehetőségét és a problémáit.